Sziasztok, én Tom Lion vagyok, ez pedig az Errabova 3 bemutatója. Mielőtt beleválnik a közepébe, szeretnék egy pár mutatót mondani az előzményekről. Az Errabova egy már már klasszikusá vált 2008-as francia amerikai akciótréle Liam Neeson főszereplésével. Senki sem számított rá, nem is nagyon érdekelt kezdetben senkit, de amikor megjelent, hatalmasat robbant a mozikban. A film arról szólt, hogy egy visszavonult titkos Brian Minsnek a lányát Franciaországban elrabolták, és mivel különleges képességekkel rendelkezik, szó szerint minden megtesz azért, hogy megmentse őt. Az első film két dolog miatt köszönhette a népszerűségét. A nagyon jó rendezésnek és a húzó névnek. Neeson soha nem volt akciósztár, és az én szemben soha nem is lesz az. Egy nagyon jó drámai színész, aki még a Sintel listában nyújtott alakításait Oszkára is elölték. Igaz, a korábban nyújtott szerepeihez képest Brian karakter nem volt olyan komplex és bonyolult, mégis komolyan gondolta a szerepét, ezért volt annyira hatásos és emlékezetes. Nem hisztek nekem? Akkor képzeljük el, ha Brian karakterét egy Jean-Claude Van Damme, egy Jason Statham vagy egy Steven Seagal játszotta volna el. Már is más lett volna a végredmény, ugye? Ezen fő a film izgalmas, feszült, brutális, nagyon jók a diológusok és annyi érzelmi töltet van benne, amit akciófilmeknél csak nagyon ritkán tapasztalunk. A film egy hatalmas váratlan siker volt, az akciófilm pedig egytől egyig imádták, közöttük én is. Éppen ezért Hollywood mit csinált négy évvel később? Úgy bizony, egy folytatást! Amikor megtudtam, hogy a tékenből létezik egy második rész is, csak azt kérdeztem magamban, hogy minek? Egy ilyen filmből hogyan lehet folytatást csinálni? Nos, úgy, mint a másnaposokból. Megcsinálták még egyszer ugyanazt, csak gyengébb minőségben. Ezt egy picit nehezemre esik bevallanom, de én nem abban a táborba tartozom, aki utálja a filmet, hanem egy egyszer néző szórakozásnak tartom. Viszont a feszültség ebben az epizódban már nyomokban sem volt felfedezhető, és egy rendezőváltás is történt, ami a legnagyobb hiba volt, amit elkövethettek. A film arról szólt, hogy most Bryant és a feleségét Lenort rabolták el Isztambulban, mégpedig az előző részben megölt Abán maffiának a családtagjai, akik bosszút akarnak állni. Őszintén megmondom, hogy ez egy nagyon jó alapötlet lett volna, mert ha belegondolunk, az önbíráskorás egy olyan dolog, amit nem lehet megúszni következmények nélkül. Ez egy érdekes koncepció lett volna. Hát persze, hogy semmit nem hoztak ki belőle. Megcsinálták még egyszer ugyanazt a filmet szerintem minden idők egyik legrosszabb akció rendezőjével, Oliver Megatonnal. Az ő nevéhez fűződik például a Nagyon Bél a Kolumbiána és a hasonló karriert befutott szállító három. Nem volt egy túl jó film, de szerintem annyira rossz sem. Egyszer legalábbis elszórakoztam rajta, mert nulla elvárással néztem meg. Szükség is volt rá, mert amennyi logikai hülyeség van benne, Dunát lehetne rekeszteni. Annak ellenére, hogy minőségileg nagyon maradt az első rész szimulától nagyobb sikert élt a pénztárnál. éppen ezért számítani lehetett arra, hogy hamarosan elkészül a harmadik rész. És meg is kaptuk 2015 januárjában a trilógia befejező részét, az Elbarmolva 3